A nyíregyházi repülőtér szomszédságában lévő földeken zajlanak azok az úgynevezett tartamkísérletek, amelyek során hosszú távon hasonló, illetve uniformizált növényvédelmi eljárásokkal biztosítanak lehetőséget arra, hogy a talajban, a környezetben zajló folyamatokat modellezzék, vizsgálati eredményekkel alá tudják támasztani, az ezekből leszűrt eredményeket pedig a gyakorlat számára át tudják adni. A Vescsik Vilmos által alapított vetésforgó kísérlet idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját, amivel nem csak Magyarországon, hanem Európában is a legöregebbek közé tartozik. Érdekesség ennek a vetésforgó kísérletnek, hogy az élet mennyire kiszámíthatatlan. Azok az elméletek, amik alapján ez a tartamkísérlet például be lett állítva, manapság a zöldítésben visszaköszönt, tehát például a talajkímélő, a környezetkímélő növénytermelési eljárásokat próbáljuk bemutatni, illetve az eredményeit közölni, és hát ezek a vetésfogók azt gondolom, hogy alkalmasak arra, hogy a térségbeli gyenge adottságú területek hasznosítására is javaslatokat, illetve tanácsokat adjunk az eredmények alapján. A tartalomkísérletek széles körű információs bázis alapjául szolgálnak. Az ezekkel foglalkozó szakemberek pedig rendszeresen be is számolnak eredményeikről. A Vescsik Vilmos úti kutatóintézetben szerdán kezdődött az a kétnapos kongresszus, amelyen számos témáról van szó, a digitalizációtól kezdve a hagyományos talajfizikai, kémiai vizsgálatokon keresztül a különböző növénytermesztési kérdésekig. A tartam kísérletekkel a mezőgazdasági termesztés során végbe menő folyamatokat tudjuk modellezni, mind talajtani, mind növénytani szempontból, illetve a kettő összekapcsolódása, hiszen a talaj és a növény egy nagyon szoros egységet alkot. Így módon a témák a talajtani kutatásokat fedik le, illetve a talaj-növény interakciókat, illetve a talaj mikróba tevékenységét, tehát a mikrobiális aktivitást a talajban, a mikróbák szerepét a hosszú távú folyamatokban, illetve a tartamkísérletekből gyűjtött adatok felhasználását a modellekhez, az előrejelzésekhez, a különböző tápanyagutánpótlási rendszerekhez. Ezekhez fontos, hogy ne csak egyéves adatokat tudjanak a kutatók felhasználni, hiszen a változások folyamatosak, vagyis ezeket az eredményeket hosszú távú adatsorokból lehet kinyerni a modellekhez és a gyakorlati módszerek fejlesztéséhez. A megyei kormány megbízott a megnyitón azt emelte ki, hogy az agráriumban jó adottságokkal rendelkező Szabolcsban is vannak olyan térségek, ahol másfajta kihívásokkal kell szembenézni, mint például a homokos talajon történő termeléssel. Azért is nagyon fontos ez a konferencia, mert hogyha szeretnénk azt, hogy az agráriumban előrébb tudjunk haladni és tudjunk fejlődni, az mindenféleképpen szükséges az, hogy azokat az adottságokat, amiket a rendelkezésünkre állnak, azokat ki tudjuk használni, környezettudatos módon tudjuk kihasználni, és ennek az eredményeképpen gyakorlatilag az itteni tudást hasznosítva a megye mezőgazdaságát még tovább tudjuk emelni. Ebben a feladatkörben a megyei kormányhivatalnak elég sok kapcsolódása van a növény- és talajvédelmi feladatokon túl, a vidékfejlesztési pályázatok kezelése is ide tartozik. A kongresszusra mintegy 50 kutató érkezett a hazai társintézményekből és külföldi intézetekből, így Nagy-Britanniából, Németországból, Csehországból, Szlovákiából, Ukrajnából és Oroszországból. A szervezők bíznak abban, hogy olyan új elképzelések, ötletek, elméletek is elhangoznak a két nap során, amelyeket aztán a gyakorlatba is át tudnak ültetni.